Ajánljuk magunkat, mint bánkódók, noha mindig görvendezők. A második Korintusi levél hatodik fejezet tizedik versének a legelejét idéztem, és egy hosszú gondolatmenet végén egy olyan kijelentést, ami első hallásra talán nem is olyan könnyen érthető. Bánkódó, noha mindig görvendező. Hát hogy fér meg egyszerre egyékényen, hogy árulhat a bánat és az öröm? Gyermekeknek szoktam mutatni az iskolákban, hogy itt van a bánat, itt van az öröm. Melyiket kéritek? Hát nagyon gyorsan engedjem el a bánatot. Ki akar bánkódni, ki akar szomorú lenni? Az ember örömre, vidámságra van teremtve, hát mindig örülni szeretnénk. És akkor mutatom a gyermekeknek, hogy az Istenben hívő ember, az, az bánkódik. Mi miatt bánkódik? Bánkódik a világ állapota miatt, bánkódik az ember élet sok nyomorúsága miatt, bánkódik a magában fölismert jelenfogyatékosságok, hibák védkek miatt. Van okunk a bánatra minden nap de nem azért mondja, hogy a hívember bánkódó noha mindig örvendező, hogy valamivel elüsse a bánatot. Nem. A bánat megmarad, mint egy alaphang, mint egy alapszín. De erre az alapszínre rámintázódik észrevétlenül ezt a sötétséget, ezt a feketességet kivilágosítja az öröm. Mi feletti öröm, hogyha a világ állapota ilyen borzalmas? Ha az emberek egyre inkább erőszakoskodóbbak, és durvábbak, és vadabbak, és még a gyermekek is ilyenek, és magunkban is sokszor érezzük azt, hogy a természetünk hogyan vitézkedik önmagunk ellen, hát akkor van okunk az örömre? Egyetlen egy dolog miatt van okunk az örömre, hogy minden nap fölnézhetünk Istenre, mint teremtőnkre, mint megváltónkra, mint aki betegségeinket viseli, fájdalmainkat hordozza, hogy Ézsás könyve 53. fejezetében olvashatjuk, minden nap föl nézhetünk arra Jézus Krisztusra, akit az Atya küldött megváltól, akiről Mikás azt mondja a könyve 7. fejezet 7. versében, hogy én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, Meghallgat engem az én Istenem, és ennek a puszta tudata, az ebben való hit, ez minden nap örömre kell, hogy hangoljon bennünket. Bármekkora nagy is a nyomorúság a világon, bármekkora nagy bánatok lephetnek el bennünket, bármilyen szomorúság ömlik el a hétköznapjainkon. Ha fölfelé tekintünk, mindig örömre van okunk, mert Isten soha el nem hagy bennünket csak akkor, hogyha mi el akarjuk hagyni. Isten mindig mellettünk van, ő a mi rendelkezésünkre álló Jákvei, Hóva Isten, akinek a nevében azt mondja Pálapostól, hogy a hívő ember bánkódó, noha mindig örvendező. Nem az az igazi öröm, ami száműzi a bánatot, mint hogyha az nem is lenne a világon. Nem az az igazi öröm, ami felejtkezni akar. Nem az az igazi öröm, és ebben a hónapban erről beszéljünk, hogy mi tehát az igazi öröm, és ezért választottam, mint felütést a mai alkalommal, az első alkalommal az igét, hogy az bánkódók vagyunk, noha mindig örvendezők. A bánatot mindig felül haladja az öröm. Az Istenre tekintés, az Istentől való függés, az Istent várva, az ő megoldását várva öröme. Ezért elmondhatjuk ezzel a látszólag paradox kielentéssel, hogy az hívő ember bánkódó, noha mindig örvendező. Ebben a hónapban Beszéljünk az örömről, arról az örömről, mely megfényesítheti minden napunkat, e napodat is járja át. Ez az öröm.